6. éve szerveznek kézilabda táborokat Cegléden. A helyek általában pillanatok alatt megtelnek. Igen népszerű a program, nem volt ez másképp idén sem, mondta Pudit Zsolt szervező. Ami nagyon örvendetes, hogy most ugye nem csak ceglédiek járnak, hanem a környékről, sőt Dabasról is van már egy népesebb kis csapat. Albert és Sáról egész sokan, úgyhogy a környékről is tényleg járnak hozzánk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól érzik magukat a gyerekek. Az a célunk, hogy tényleg, hogy itt mindenki úgy menjen haza, hogy azért dolgozott is, tehát azért van munka is, de játékos formában, úgyhogy tényleg lefoglaljuk minden percüket. Több mint 1000 ajándékot osztunk ki. A versenyek után különböző meglepetéseket adnak át a fiataloknak. A tábor ideje alatt nem terveztek szabad programot. A szervező úgy gondolja, hogy a fiatalokat le kell kötni, így biztosan nem unatkoznak és jól érzik magukat. A legfiatalabb 9, a legidősebb pedig 15 éves a táborban. Dengi Csenge például 12 éves és több mint 2 éve kézilabdázik. Szeretem ezeket a labdás sportokat, és jó, hogy rohangálni kell bennem, mert én nagyon szeretek futni. Csenge elmondta, nagyon szereti a kézilabda táborokat, hiszen jó a szervezés és sok benne a játék. A fiatal lány versenyezni is szokott. Csapatjátékban szoktunk játszani, nem én vagyok gólkirályú, de sokszor szoktam labdát kapni, abból meg sok gól szokott születni. Idén a 3. kézilabda tábor július 1-től indul, még van pár szabad hely, amire várják az érdeklődők jelentkezését, mondta Pudit Zsolt.